Iránya a suli, jelzi a tábla, hogy nem kell az utolsó pillanatra hagyni a tanszervásárlást. Igaz, egy hónap van még tanévkezdésig, de sokan már most megveszik az alapvető iskolai felszereléseket. Évfolyamonként más és más a lista, amire szükség lesz az iskolában, sőt vannak tanszerek, amit nem is kell minden évben megvenni. Nagyon szereti a kislányom itt elkölteni a pénzét, Hát most olyan sok mindent nem vásárolunk neki, mert maradt egy pár dolog tavalyról. Mi most harmadik osztályos lesz a kislányom, de azért fel kell készülni a szeptemberre rendesen. Úgyhogy egy pár dolog van, ami hiányos, azokat mindenképpen már most elkezdjük bevásárolni. Amellett, hogy körültekintően vásárolnak, a szülők figyelembe veszik azt is, hogy jó, minőségű termékeket vegyenek. Nem mindegy, mit használ, mit hord a gyerek. A tartóság az nagyon fontos a szülők szempontjából, a gyerekek szempontjából pedig inkább a minták és a színek, amik a meghatározóak, és ebből alakul ki az a kompromisszum, hogy a család mennyit tud erre fordítani, illetve mi az, ami még a tavalyi évről használható, vagy majd használható lesz. A ceruzák füzetek toltartó írólap mellett tornazsákok, uzsonnás doboz, és ha kell, iskolatáska is kerül a kosárba. Átlagosan 15-20 ezer forinttól akár 50-60 ezer forintig is költenek a szülők. A termék kínálat bő, változatos, és sok helyen garanciát is vállalnak az iskolai felszerelésekre. A garancia, illetve a, a termék Cserélhetőség az egy fontos dolog. Tehát, hogyha mégis meggondolja a szülő vagy a gyerek, hogy nem ilyet szeretne, vagy valami miatt ez nem válik be, akkor megtalálhatóak legyünk, megtalálhatóak vagyunk, és lehet hozzánk fordulni garanciális kérdésekkel. Dömping még nincs a szakkereskedésekben, egészen szeptemberig folyamatosan szerzik be az iskolai felszereléseket, sőt, a felsősök és a középiskolások csak később, akár tanévkezdés után vásárolják meg a szükséges írószereket.